Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ha szerdán lehetőségük volt arra, hogy megtekintsék a Paragrafusok című műsort, akkor már tudják, hogy szerdánként egy-egy történetet mutatunk be elbeszélésekkel, vallomásokkal. Pénteken a jogi szakértő álláspontját hallhatják az esettel kapcsolatban. Most idézzük fel, mi is történt. Marietta és volt férje közösen alakítottak egy Kft-t. A feleség szülei adták a tőke 70%-át, ennek ellenére Marietta csupán 10%-ban lett tulajdonos. Válásra került sor. A Kft. Ma is működik, de Marietta ennek hasznából egy fillért sem lát. Vajon milyen kilátásai vannak? A jogvita esetében célszerű a feleknek megkísérelni saját maguk között közvetítő jogi képviselő családtag közreműködésével a vitát megoldani. Amennyiben ugyanis bíróság elé kerül egy ügy, ott mindenképpen a bíróság a rendelkezésére álló, illetőleg a felek által felajánlott bizonyítékok alapján tud dönteni. Amennyiben sikerül a Marietta előadásának megfelelő bizonyítási anyagot rendelkezésre bocsájtani, akkor nyilvánvalóan van esélye arra, hogy előadásának megfelelően a bíróság megállapítsa, hogy tulajdoni aránya a gazdasági társaságban olyan, amilyent ő állít. A Baranya megyei cégbíróság ma közel 20 ezer céget tart nyilván. Egy ablakos rendszere megkönnyíti az ügyintézést. Amikor valaki eldönti, hogy alapít egy társaságot, rákényszerül törvényi útmutatás alapján arra, hogy jogi képviselővel beszélje meg a problémáját. Ő elmondja, hogy milyen gazdasági célokat kíván elérni, ő elmondja, hogy milyen tulajdonosi arányok, milyen tulajdonosi szerkezet alapján létesüljön az a gazdasági társasági forma, amit kíván, és akkor végül is a jogi képviselő feladata az, hogy ezt a ma már elég korrektül szabályozott jogi szabályok alapján létrehozza. 1998. június 16-ától új Kft-t minimum 3 millió forint törzstőkével lehet alapítani. A tőke 30%-ának KP-nak kell lennie, de ez az összeg 1,5 millió forint alatt nem lehet. A már működő Kft-k alaptőkéjüket 2 éven belül kötelesek minimum 3 millió forintra kiegészíteni. Jelen konkrét esetben, hogy ha jól értem, egy csak házastársakból alakított gazdasági társaságról beszélünk, ami, ha megtetszik engedni, fölvet egy nagyon lényeges és alapvető problémát nevezetesen. A társasági törvény elég egyértelmű és nyilvánvalóan szükségszerűen egyértelműen szabályozza, hogy egy társaság, egy cég életébe olyan módon vagy olyan arányban van lehetőségem beleszólni döntésekbe, részesedésbe, amilyen arányban én az alapításba részt vettem, azaz amilyen tőkenagysággal, százalékos arányban hozzájárultam a társaság megalapításához. Ennek lehet, hogy jelen konkrét esetben is ellentmondani látszik, sőt, ellentmond a családjogi törvény azon szabályozása, amely nagyon egyértelmű és határozottan kimondja, hogy a házastársak esetében eltérő vagyonjogi megállapodás hiányában az életközösség alatt alapított társaságokban, de minden egyéb helyen is a szerzés egyenlő mértékűnek tekintendő. Azaz, amennyiben igaz az, hogy a jelen konkrét esetben a felek a házasságuk alatt és kizárólag a házasságuk alatt szerzett vagyonból alapították a társaságot, akkor az én szakmai álláspontom szerint a Kft-ben függetlenül attól, hogy a cég nyilvántartás szerint 90-10%-os az arány, a tényleges családjogi vagyoni helyzetük egymás között egyenlő. A gazdasági társaságban jelentős befolyással rendelkezik a tag, ha a szavazatok több mint 25%-ával rendelkezik. Többségi irányítás biztosító befolyása van, ha a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik. Közvetlen irányítás biztosító befolyása rendelkezik az uralkodó tag, ha a szavazatok több mint 3/4 részét tudhatja magáénak. Az igazán elfogadható megoldás a konkrét esettől talán kicsit általánosítva az, hogy a házasulandók mielőtt erre a nagyon szép elhatározásra jutnak, mindenképpen forduljanak egy szakemberhez,
aki közreműködésével határozzák meg, ne szégyeljék meghatározni azt, hogy elkövetkező remény szerint hosszú együttlétük alatt milyen arányban részesedjenek a közösen szerzett vagyonból, illetőleg és jelen konkrét esetre utalva határozzák meg azt, hogy ki milyen külön vagyoni hozzájárulással kezdte a közös együttlétet. Igazi patthelyzet. Ha az egyik paragrafust nézzük, akkor az egyik félnek. Ha a másikat, a másiknak van igaza. A bíróság márciusra tűzte ki a tárgyalást. Kedves nézőink, holnap, azaz szombaton, a szerda és pénteki adásunkat megismételjük egybefűzve. Mára búcsúzom, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!